piros a somacsipke, dérsógor megcsipte. Kerekkosárba szedjük marékkal, legfárt főzünk három fazékkal. Jövőre sokat eszünk belőle, legvárt bajoszpödrünk s nevetünk, legvárt cikusz bohócai. Mi leszünk? Mi leszünk? Balatonpart, lágy őszi napsütés és a homoktövis bokrok. Ma a Bogyódombra fogok ellátogatni, ahol rengeteg bogyós terméssel fogok megismerkedni, és a gazdálkodókkal is, akik nagyszerű ötleteket fognak nekem mondani és tanítani, például a húsos som felhasználási lehetőségeiről. Kérem, ma mindenképp tartsanak velem! Ezek mennyi idős bokrok, Kati? 5 éve telepítettük őket. 5 éve? Igen. És 3 éve születeljük őket. Most fordultak termőre. És amit rajta hagytatok, mert úgy tudom, hogy szület után vagytok. Igen. Ami rajta maradt, az miért maradt rajta? Nem volt időnk leszedni. Nem volt időnk leszedni, és munkaerőhiánnyal is küzdünk. Tehát ezt a férjemmel ketten szedtük. És gondolom, homoktövis nem is egyszerű születeni. Hogy kell elképzelnem? Ez egy nagyon bökös, szúros bokor. Igen. Jól mondom, ez egy bokor. Igen. Igen. És hogy születelik őket? Tehát ez a termése. Így van. Igen. Termése van. Savanyú. Olyan, mint a madárberkenye teljesen. Igen, hasonló. Igen. Ahhoz. Igen, és akkor fogunk egy metszőollót. Fogunk egy metszőollót, igen. És akkor tetszőlegesen... Ekkorát levágunk? Igen. Így levágjuk, és akkor ezt egybehagyjuk, és akkor fogunk egy 30-as sekeszt. És igen. Akkor itt ezeket a hosszú hajtásokat, amiket egyébként nem olyan régen hozott, ezeket így levagdossuk, és akkor megy bele a rekeszben. És akkor utána hazavisszük, betesszük fagyasztókamrába. Fagyasztókamrába. Minusz 22 fokon 2 napig tároljuk, és akkor utána pedig lerázzuk. Mert amikor megfagynak a bogyók, akkor nagyon könnyen leperegnek a gajakról. És akkor így rázom mozdulattal, van egy rázógépetek? Van egy rázóasztalunk, igen. Egy rázóasztalunk, arra kiborítjuk a rekeszt, és akkor a férjem fog egy hosszú kapanyelet, és akkor igen. Azzal elkezdi ütögetni, és akkor szépen a bogyók lehullanak egy tálcára, ahonnan kisöpörjük, és akkor belehullik egy ládába, utána fogunk egy ventilátort, és akkor egyik ládából öntjük át a másikba, és ezzel kifújjuk a bogyók közül. Amikor a babot szokták tisztítani, igen, azt is így szokták a háziasszonyok. Igen, a leveleket, igen. Meg az apró ágakat kifújjuk közüle. És utána felhasználható a fagyasztott homoktövis. Tehát így kell elképzelni. Hát megmondom őszintén, én ha nem láttam volna, mert megmondom őszintén, láttam már szüretet. Én először azt gondoltam, hogy ez így bogyósabb, mint hogy a kávé, amikor szüreteli. Igen. Tehát ezek szerint nem. De ezzel nagyon sokat visszavágunk a bokorból. Az nem baj, mert ezzel ifjítjuk a bokrot. Tehát kvázi ilyenkor metszünk. Ugye más növényeket tavasszal metszünk, ezt ilyenkor megmetszünk, és akkor tavasszal már nincs vele dolgunk. De kell neki az ifjítás, mert látjuk a különbséget, hogy a felifjított bokrok, azok már sokkal szebb termést hoznak. És hogyan védekeztek a kártevők ellen? Gondolom, mivel ennyire virító a termése, a madarak baromira szeretik. Nem, azért szerencsére nem kell a madarak ellen védekezni, sőt igazából... Nem szeretik? Szerencsére nem volt madárkár. Nálunk nem hallottam olyanról, akinél a seregélyek megrohamozták és lecsipkedték. Itt eddig szerencsére nem volt. Hát a farontó, a kis farontóval meggyűlik a bajunk, mert az dolgozik benne rendesen. Ezzel farontó az micsoda? Kis farontó lepke. 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 Uh-huh. Igen, egy moly lepke. Éjszaka dolgozik, és a hernyója, a lárvája az ugye bent a törzsben, itt, illetve a gajakban ott odvasít, igen. És 2 évig lakik ott benn, és utána bábozódik, és bábozódás után pedig elhagyja a tett helyet. Értem. Hát, és hogyan védekeztek? Sehogyan. Csapdákat rakunk ki, hát most ott hátul vannak a... Van egy csapda, menni. Igen, kiszoktunk rakni 5-10-et, és akkor a lepkének a feromonját tartalmazza, a nőstény lepkéknek a feromonját, és akkor erre jönnek a fiúk, és akkor szépen beleesnek a csapdába, ez egy ilyen valsás csapda, és akkor onnan már nincs menekvés, és így fogjuk őket össze. Mert ugye miután belső kártevőn nem tudunk ellene védekezni. Uh-huh. Hát a homoktövis felhasználásáról majd úgy tudom, hogy később beszélünk. Igen. Itt Zamádiban mi terem még, mivel foglalkoztam? Bírsfáink vannak még, igen. Hát annak most van szezonja, nekünk is van bírsfánk, rengeteg kérdése van, sétáljunk el szerintem. Ezt nem tudom, hazavihetem? Igen. Mit tudok ezzel tenni? Hát berakod a fagyasztóba, kisebb darabokra fel. Elvagdosod, beteszed a fagyasztóba, és találázhatod. Igen. Csak. Szóval azt mondtad, hogy lehet ez díszítésnek is használni, ugye? Igen. Én igen. Ennek fogom.
ez pedig a birsültetvényetek, ugye? Gyönyörű, és most kell szüretelni, ugye? Igen. Ez melyik fajta? Hány fajta birs létezik? Hát nagyon sok fajta. Mi 5 évvel ezelőtt 3 fajtát telepítettünk. Konstantinápolyi, az itt látható a szélén, egy anzserit és egy berecki bőtermőt. A berecki bőtermő sajnos még nem hű a nevéhez, mert még sajnos nem termett olyan sokat. És hát van új telepítésünk is, mert kedvencünk a birs. A birs, hú, én is nagyon szeretem. Megmondom őszintén, hogy nekünk a kis telkünkön még édesanyám még telepítették 30 évvel ezelőtt. Az nem ennyire gyönyörű, tehát az sokkal göcsörtösebb és sokkal szőrösebb, hogy te mit mondtál, hogy molyhosabb. Molyhosabb a felülete. Az fajta sajátosság, igen. Vagy pedig az egy régi nem, fajta? Nem, ez fajta sajátosság. Ugye erre van a fajta nemesítés manapság, hogy ezt kiküszöböljük. Elvárása a feldolgozóipar részéről, kevésbé legyen molyhos, ne legyen rücskös a felülete, tehát könnyen lehessen pucolni. Hú, hát a pucolásról. Igen. Azt szerintem nem női munka, ezt beszéljük meg mi nők. A birsalma, pucolás az kifejezetten férfi munka. Igen, ha van hozzá férfi, akkor van, igen. Nekem van hozzá férfi. Uh-huh. Megmondom őszintén, én hát nem tudom, 3 után teljesen kikészül a kezem, mert annyira rettenetesen kemény és nehezen pucolható. Tehát a háziasszonyoknak mondom, hogyha birsalmához jutnak, tehát neki se álljanak zöldségpucolóval, neki esne egy birsalmának, nem. Az én módszerem a következő, nem tudom, egyet értesz-e vele, mi 4-be szoktuk így, ahogy van vágni, és a gerezdeket szoktuk kívülről, aztán utána úgy a csumáját kiszedni. Aha, nekünk hát ez a módszerünk. Én rajta hagyom a héját, megmosom, és én rajta hagyom a héját. És úgy dolgozom fel. Dolgozom fel, igen. Én nem. Én csak birsalma sajtnak szoktam, de csak a felének rajta adni, igen, a héját. Nem, ugyebár abba több a lekvárt is, préslevet szoktunk abból is készíteni, szörpöt a présléből, de én úgy gondolom, hogy a héjában van a vitamin, és mindenhogy azt is jól tudjuk fel kell dolgozni. Alapos mosás után szerintem semmi probléma nincs. Én szeretem, amikor a kenyérre rákenjük a birslekvárt, és akkor ott roppan a bírsnek a héja. De az nem baj, hogy én leszedem, ugye? Nem. Nem baj. Nem. Csak több a munka. Ízlések és pofonok, így van. Még egy kérdés. Lelkemre kötötték, hogy kérdezzem meg. Régen akkor szokták leszedni a birsalmát, amikor már lepottyanik. Ez jó módszer, vagy pedig a fáról szedjük a birs? Én szerintem a fáról. A fáról. Ez például egy olyan fajta, amit szeptember végén, október elején legkésőbb be kell szedni, mert hogyha nem szedjük le időben, akkor a húsam elkezd barnulni, az viszont a feldolgozást rontja. Elszíneződik a hús, és nem tudjuk szépen feldolgozni. És ekkor a birsalma fákat még a gyerekek is tudják, igen, szedni, úgyhogy szedjük is le, annyira gyönyörű idő van. És milyen könnyen törjük. Na, ki talál többet? Haha, ezt nem tudjátok leszedni. Ha, ez segített. Megérkeztünk a bogyódomra. Te nevezted el bogyódomnak, vagy a gyerekek, vagy párod? Vagy? Nem, a páromnak a volt párod? Az ötlete. A párod, aki kameraérzéken. Az ötletelő egyébként. Aki kameraérzéken is nem szeretne a kameránk elé járulni, úgyhogy ezúttal is integessünk neki. A termékeket, amit a termesztett gyümölcsökből, csak a saját gyümölcsökből készítesz lekvárokat? Csak a sajátból készíthetek lekvárokat. Csak ugye, miután kistermelő vagyok, elméletileg másét nem dolgozhatom fel. És gyakorlatilag sem teszed gyakorlatilag ezt? Gyakorlatilag sem, nem. A receptúrát saját kútfőből állítottad össze, vagy kicsit utána olvastál, vagy esetleg ősök, nagymamák, szomszédok segítettek összeállítani nyilván a lekvárokat? Nyilván az például ember ismer bizonyos receptúrákat, tehát tudjuk, hogy lekvárt meg szörpöt hogyan kell készíteni, de egyébként az ízlésvilágot azt már igen egyedül találtuk ki, a párom is segített,
én szoktam kísérletezni. És kóstolgattatok? Igen, igen. Ez jó, ebben egy kicsit édes, igen. Ez nem édes, ez túl folyik, nem folyik túl. Igen, tehát ő a minőség ellenőrön, tehát én egy kísérletezek, és akkor mindig viszem és megkóstoltatom vele. Értem. És akkor még egy kicsit ebből tegyél, abból ne tegyél annyit. És akkor olyan régóta szeretnék egy ilyen posztot találni, hogy minőség ellenőr, de eddig még sehova nem hívtak különben. De így a végét azért majd mindenképpen szeretném megkóstolni. Neked melyik a kedvenced? A somszörp. A somszörp. Ha már a somról beszélünk, leszüreteltetek, de találtunk egy pár szemet, ezt majd így megmutatom valamelyik kamerának, így néz ki a som. Milyen az íze, mondjuk el a nézőknek? Amikor fenn van a fán, akkor még fanyar, igen. És ezt úgy szoktuk szüretelni, hogy amikor már látjuk, hogy megfelelő érettségi állapotba kerül, igen. Akkor leszedjük, megmossuk, és akkor rekeszekbe vékonyan kiterítjük, és akkor 2-3 napig érleljük, mert akkor éri el azt a jellegzetes ízt, ami a somra jellemző. A somra jellemző ízt, igen, és akkor azt mondhatjuk már rá, hogy most már megehetjük, mert nem húzza össze a szánkat. Ez azt jelenti, hogy kicsit beaszalódik? Nem aszalódik be, hanem benne az aromaanyagok kialakulnak. A amikor már után. Élvezhető lesz, igen. A szedés után. Nagyon kevesen tudják, szerintem itt Somogy megyében Siófokon vagyunk egyébként, a siófoki szőlőhegyen mondhatnám ezt. Hát igen. Igen, hogy Somogy megye a Somról kapta a nevét. Így van. Mert régebben azt szokták mondani, hogy Somban gazdag vidék, és ebből jött a Somogy megye. Igen, jó, kedvezőek itt a feltételek, neki messzes a talaj, napos, félárnyékos helyet kedveli, és innen kapta. És innen kapta. Te mikor találkoztál vele először a Sommal? Hát 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk rajta gondolkodni. Hallottál róla valamit? Hát hallottam, de nem foglalkoztam vele. Van magja? Van, igen. Egy magja? Egy darab, igen. Egy nagy magja van. Hát egy nagyobb, igen. Egy nagyobb magja van. Mutassuk meg, hogy mekkora a magja. Tehát mint egy cseresznye, körülbelül akkora az arányosság, hosszúkás magja van, igen. A somnak. Igen. Ha ezt most bekapnám, összehúznál a számat? Szerintem nem, elég bordó színe van, úgyhogy most már biztos, hogy nem húzza. Hát akkor reménykedem, hogy nem. Tehát akkor most megkóstolom. Édes, savanyú és kicsit kesernyés az utóíz. A nyelvem hátsó részében, igen. Érzem ezt az ízt. Most picit viaszos a héja. Igen, jól? Körülbelül ilyenek kellene. Hát nagyon ügyesen. Termelitek ti itt a somot. És mit készítünk belőle, amit mondtad, hogy a kedvenced? Szörpöt készítünk belőle, igen, meg lekvárt. Sőt, most már szintén a férjem ötlete volt, hogy igen. A málnához hasonlóan csináljunk gurulós terméket. Ugye a málnát szokták gurulósként, igen. Árusítani. És akkor ehhez megint nagyon oda kell figyelni, hogy mikor szedjük le, mert ugye, ha már túlérik, igen. Akkor nem tudjuk kimagozni, mert akkor a mag viszi a húst, szakad az egész, és akkor mikor fél érett állapotban van, akkor kimagozzuk, és akkor utána érleljük még 2-3 napig, és utána pedig lefagyasztjuk. És akkor ezt kis dobozkákba tesszük. És akkor úgy lehet fogyasztani. Igen. Így lehet fogyasztani. Ha háziasszony meglát egy sombokrot, ellenállhatatlan vágyat érez, hogy leszüretelje, akkor a tanácsot hogy álljon? És mit lehet belőle készíteni? Lekvárt a háztartásban, igen. Hogy tudjuk felhasználni a nyers állapotú somot? Hát nehéz feldolgozni, mert ugye ez, amit itt megkóstoltál, igen. Ez már egy termesztett som, viszont a vadsomok, amiket mondjuk gyűjtünk az erdőn, meg hát nem jó a húsmag aránya, tehát ott sokkal nagyobb maghoz kicsi hús járul, és ugye ez a nagyon sok a macera, ugye főleg a magozása, nekünk szerencsére van egy magozógépünk, és akkor hát, ezzel pillanatok alatt, igen. Meg lehet csinálni, uh-huh, de mondjuk otthon elég macera, tehát kicsit fel kell főzni, legalábbis ahogy így olvastam, felfőzik, és akkor utána átpasszírozzák szitán, és akkor amit hát a csipke vagyó lekvárnál nehezebb lekvár, én szerintem igaz, nincs a világon, igen. Maradjunk ennyibe, de annyit beszéltünk már erről, hát egy kóstoló, tehát ugyebár ez egy gasztroműsor. Hát én innét kezdeném a sort. Ez micsoda? Ez egy homoktövises bírszörp. Homoktövis. Előbb voltunk a homoktövis ültetvényen, és ebből készített Kati... Fel kell rázni, mert ugye... Ez ivólé. Nem, ez szörp. Ez szörp, tehát ez vízzel kell innom. Így van. Ez jó sűrű. Igen. Oké. Okay. Tehát homoktövis szörpöt, ezt fogok most inni. Igen.
aminek az egészségre gyakorolt hatása i pontonként. A homoktövést ugye azért célszerű szedni, de azért szeretjük szedni, mert ugye magas a C-vitamin tartalma. De azért mondjuk el a nézőknek, hogy azért a C-vitamin sajnos a hőre érzékeny, tehát ebben a termékben nyilván nem lesz már annyi C-vitamin, mint mondjuk, hogyha a homoktövist a bokrokról szedjük le. Bár a homoktövistnek van egy... az élvezeti értéke sokkal nagyobb ennek. Na ez az, igen, én is ezt szoktam mondani, hogy, sok, hogy finom, és azért isszuk. Viszont a homoktövisben van egy, homoktövisnek van egy olyan tulajdonság, hogy hiányzik belőle az aszkorbináz enzim. Tehát, ja Istenem, igen, ami csoda, igen. Ami ugye lebontja a C-vitamint, és ennél fogva ugye ellenállóbb lesz a C-vitamin, tehát kevésbé fog lebomlani mondjuk, mint egy somban, vagy egy bármilyen más gyümölcsben, amiben egyébként benne van. Nagyon finom volt. Következő. Következő, ez egy homoktövises céklalé. Hát a céklának van ugye bár, ez céklalé, ez is szőp, vagy... Nem, ez csak ivólé. Ez ivólé. Mert a céklának van egy jellegzetes földes íze. Ezt a homoktövis elnyomja? Igen, abszolút. Elnyomja? Igen. Na hát majd meglátom. Nagyon érzékeny vagyok. Hát bontsatta léci. Okay. Ez gyerekeknek mennyire javaslod? Hát lehetne inni, de a gyerekek nem fogják meginni sajnos. Tehát hát akármennyire is egészséges. És hogyha elbújtatom valamibe? Akkor se, hát nem tudom, szerintem nem fogják nem meginni. Fogják. Igen. De akinek mondjuk magas a vérnyomása, annak mindenféleképpen javallott. És otthon hogy tudom elkészíteni? Ugye ez házi asszonyokat. Hát ehhez is van, ezt is kipréseljük. Van egy speciális gépünk, és nincs akkor bedobáljuk. Nincs speciális gép a házi asszonynak. Igen. Kipréseljük, és akkor utána hozzáadjuk a megfelelő arányú homoktövis préslét, és akkor ezt is hőkezeljük, és üvegbe zárjuk. És megisszuk. Hát nagyon finom, ha arra gondolok, hogy mennyire egészséges. Igen. Viszont a homoktövis szörp nekem jobban ízlen. Jó, vagy homoktövises bodzaszörp. Hú, a bodzát nagyon szeretem. És ez is szörp. Igen. Tehát homoktövises bodzaszörp. Bodzaszörpöt szoktam csinálni. Igen. Szerintem minden háziasszony szinte készít bodzaszörpöt. Hát mi megbolondítottuk egy kis homoktövissel. Kicsit savanyúbbá tettük. Savanyúbbá tettétek. Oké. Okay. Segítetek? Segített. Új poharat kértem, nehogy elroncsol a cékla. És mindéket fel kell rázni. Igen, mert a homoktövisnek a sűrű rész az fel fog szállni. Jó, kis víz. Van még a fejedbe olyan, amit el szeretnél készíteni? Tehát ilyen fúziós? Történet? Most egyelőre nincs. Most egyelőre nincs. Ez hány év gondolati terméke? Hát 3-4. 3-4. Körülbelül, igen. Hát ezek így folyamatosan jönnek. Hú, ez nagyon finom. Jaj, de örülök. Tehát sorba állítom, ez az első. Oké. Okay. A cégre az utolsó. Hú, ez nagyon finom. Ez nekem nagyon ízli. Ez nagyon örülök jó. Neki. Hú, ezt nagyon jól kitaláltad. Ez tényleg nagyon fincsi. A következő, ez a somszörpünk. Ez a somszörp, amiről eddig egész eddig beszéltünk. Igen. És ez csak somból van. Igen. Hát akkor nosza rajta. Ez egy kicsit rostosabb lesz, tehát nem ilyen klasszikus szörp, de itt mondjuk a boltba lehet venni. Ebben benne gyönyörű van a színe. Hú, annyira gyönyörű, nézzék meg. Gyönyörűséges. Tehát, hú, ez gyönyörű. Mint egy márna szörp lenne. Még... De nem az. De nem az. Gyerekek mennyire szeretik a somszörpöt? Szeretik. Szeretik? Igen. A tiéit biztosan, tehát nekik kötelező szeretni, de egyébként mi a tapasztalatod? Oliva vittél be, gondolom, a gyerekeknek a kis zsúrra vagy ilyesmire. Sajnos az emberek nem szeretnek annyira szörpöt inni. Nem? Nem. Úgyhogy ezért is próbáljuk, hogy népszerűsíteni, hogy igyanak szörpöket. Finom a szörp. Gyümölcsből készült. Gyümölcsből szörp. Készült, az minden. Mit szólsz a smoothiekhoz? Én még nem kóstoltam, de tudom, azok ilyen sűrű. Sűrű. Turmix-szerűségek. Igen. Felkeverjük. Köszi. Szóval a smoothie-kat még nem kóstoltál. Nem. Kóstold meg, nagyon finom. Uh-huh. És most jön az igazság pillanata. Ez is nagyon finom. Ez is...
ez fejfej mellett van a bodzás. Homoktövéses bodzával. Homoktövéses bodzával. Ez nagyon finom. Hú, ez is nagyon jó. A cikla megtartotta az utolsó pozícióját még mindig. Ennyi sok szörp után, ezt már nem tudom megkóstolni, de igen, erről beszéljünk egy kis. Fekete ribiszke. Igen. Az is gyönyörű a színe. Fú, tehát ez meg az a mély bordó. Ez teljesen hát eltom. Sőt, már fekete. Sőt, ez gyönyörű lenne egy esti ruhának szerintem, ennek annyira gyönyörű a színe. Beszéljünk egy kicsit a lekvárokról. Okay. Itt van az a fekete ribiszke, aminek a szörpjét nem kóstoltam meg, viszont a lekvárját mindenképpen megszeretném. Ezt úgy készítem, mint mondjuk egy málna lekvár, mert ugyebár a szerkezete körülbelül olyan, mint a málnának, tehát a gyümölcs szerkezete. Hát én úgy szoktam csinálni, megmosom a bogyókat, beleraktam egy edénybe, kicsit megbotmixerezem, és akkor hozzáadom a cukrot, meg a mandulát. Mandula akkor... is van benne? Igen, ott van, mandulával. Mandula, hát gyorsan bonts ki. Igen, tehát hozzáadod a mandulát, igen. Ami szintén itterem. Így van, ott látható ott a háttérben. Igen. Igen, és akkor üvegekbe töltöm, és akkor utána ezt is hőkezelem, tehát dunsztolom. Dunsztolod, száraz dunszba. Így van. Hát ez... Szerintem most nagyon irigyek rám a nézők, ebbe így belekóstolom. Magók benne vannak. Igen. Nem baj az. Hát, ami jó, az jó. Így van. Ez nagyon finom. Nekem nagyon ízlik. Ez olyan finom. Picit kesernyés lett a mandulától. Nekem egy picit. Héja benne van? Nem. Nincs benne. Nem. Igen. Nagyon finom. Nem héjtalanítjuk. Ezt mondjuk egy kaláccsal. El tudnám képzelni. Reggeli pirítóson. Hát tökéletes. És voltunk kint az előbb a bésalmásotokban. Gondolom, csak így színre gondolom ez a bésalma. Ennek az elkészítése, ahogy megbeszéltük, te nem pucolod, én pucolom. Neked körmöd van, nekem jó beszélőként. És egy új kanál. Nagyon sokan félnek a bírsalma lekvártól, pedig nagyon egyszerűen el lehet szerintem otthon készíteni. Ahhoz nem is kell hozzáadnunk semmiféle adalékanyagot. Annyi pektin van benne, van. Ugye, hogy az teljesen kocsonyásítja és besűríti. Tehát szerintem, hogyha nem készítettek még, körülbelül egy kilóból, másfél kilóból próbáljanak egy kis adagot, nem? Igen. Ezt tanácsoljuk. Igen. Hát egy kilóval célszerű kezdeni. Kicsit fúj a szél. Hogy ízlik? Az olyan, mint az enyém. Ez nagyon, teljesen jó. Okay. Ez teljesen jó. Nagyon finom. Nagyon finom. Ezt nagyon szeretem, nagyon a kedvencem. Ez nem lenne egy főzős műsor, hogyha nem főznénk valamit, és ugyebár a mai nap főszereplője, kineveztük a somot, ugye? Igen. A somot. Hogy megismertessük a nézőkkel ezt a nagyszerű gyümölcs és vitamin forrást, ugyebár. Somot, ugyebár ha leszületeljük, akkor kimagozzuk és lepürésítjük, és mehet a fogyasztóba? Igen. Mehet a fogyasztóba. Egyébként, ha nem fogyasztom, mennyi ideig tárolható el a hűtőszekrénybe? Hát szerintem maximum egy hétig, de egy ugye hétig. Akkor már elkezd eljedni. Így célszerűbb berakni a fogyasztóba. Aha. És amit készítünk, Kati? Vörösboros sommártást. Vörösboros sommártást, amit mivel fogunk kínálni? Sült csirkemell kockákkal. Hát tudtam, igen. Hogy érdemes ide is eljön. Úgyhogy szerintem cseréljünk helyet, én egy kis hőforrást neked rendezek. Mekkora legyen a hőforrás? Nagyon meleg legyen? Hát szerintem, hát annyira nem kell végül is, szerintem. Tehát fogjuk a somvelőt. Igen, sompürét. A sompürét. Beleöntjük az edénybe. És beleöntjük az edénybe. Jaj, gyönyörű a színe. Ez körülbelül mennyi gyümölcsből lett ez a sompüré? Hát ebbe egy kilót tettünk, az körülbelül másfél kiló magos gyümölcsnek felel meg, igen. Tehát körülbelül ennyi a maghús százaléka így is. Van, tehát igen. Másfél kiló sombor lesz, egy igen. Kiló hát viszont ezek a termesztett somok viszonylag jó kihozatallal, ezekkel jó kihozatallal lehet dolgozni, tehát a mag az nem olyan nagy bennük, ezért sok hús marad vissza. Igen. Nagyon sok olyan kifejezést használsz, hogy szakmabeliséget érzek, jól érzem? Igen. Igen, igen. Mi a végzettséged? Kertészmérnök vagyok. Kertészmérnök. Köszönöm. Hát nem hiába foglalkozol ezzel. Igen, figyelj, köszönöm szépen. Figyelj, kezedhez adom. Nagyon jó az illata. Egy kicsit leveszed a hőfokot? Még lejjebb. Nem szeretném, hogyha itt
Fekete így? Lenne a som. Oké, okay, köszönöm szépen. Gyorsan barnul? Hát szerintem gyorsan oda kapja, igen. Gyorsan mondjuk, ha kevergeti az ember, nyilván akkor nem. Aha. Tehát ezt csak át kell melegíteni. Igen. Főzni nagyon nem kell, úgy gondolom. Igen. Hát az eredeti recept az úgy szólna, hogy magos somot kell vörösborban felfőzni, de miután már későn vagyunk, igen. Már a nyár elmúlt, ezért most én ezt a megoldást választottam, hogy a pürébe fogjuk önteni. Igen, és akkor öntünk hozzá egy kis bort. Köszönöm szépen. Nagyon szeretek a saját műsoromba kuktaként szerepelni. Okay, köszönöm szépen a segítséget. Ez körülbelül mennyi? Ez fél deci volt? Fél deci, volt, igen. Fél deci nem vörös bor. Több, igen. Ha gondolom, mondjuk el nézőknek, hogy bármilyen ételt készítünk, szeszes itallal, legyen az bor vagy pálinka, mindig ügyeljünk a minőségre. Tehát, hogyha egy jó minőségű bort használunk, akkor jó lesz a végeredmény is. Igen, igyekezzünk odafigyelni erre, mert elronthatja a végtermék igen, ízét. Igen. Oké. Okay. Igen, és akkor ezt belekevertük, akkor teszünk bele egy kis mézet. Ez a som mennyire savanyú? Az nagyon savanyú. De amit ettem, az nem is volt olyan savanyú. Igen, de az már augusztus óta fenn van a fán, és volt neki ideje beírni. Egy kis édességet magába szívni. Igen. Ez körülbelül egy evőkanálnyi volt eddig. Igen. Hát már meg kell kóstolni, én most egyelőre nem merek bele többet rakni. Uh-huh. Jó, majd megkóstoljuk, és akkor... Hát a szörpeidet, tehát mondtad, hogy nem az általános receptet alkalmazott, hogy egy kiló gyümölcs, egy kiló cukor, hanem teljesen megfordítottad ezt az arányt. Ez hogy működik nálad, illetve felbújítottad igazából, az arányt? Igazából ugye azzal a szemlélettel indultunk, hogy egészséges terméket állítsunk elő. Ugyan a vitamintartalmuk nem annyira magas, mert nyilván a hőkezelés miatt ez elveszik, de próbáltunk arra figyelni, hogy esetleg akinek súly problémái vannak, vagy cukorbeteg, vagy éppen a savanykásabb ízeket szereti, az is bátran fogyaszthassa a termékeinket. Akkor mondjuk el az arányosságot, hogyha én is ilyet szeretnék otthon készíteni. Magas gyümölcstartalom, az nálunk azt jelenti, hogy minimum 70% gyümölcstartalom, és akkor a többi az vagy dióféle, tehát dió vagy mandula, mert ezt használjuk. A diónak, a mandulának mi a szerepe? Sűríti a... Nem, ropogósá teszi a lekvárt, jó beleharapni. Teszi. Értem, jó beleharapni. Igen. A lekvárt. Hú, ez de szép mondat, jó beleharapni a lekvártba. Ugyebár a harapás és a lekvár valahogy igen. Így kontrasztban van egymással a kifejezés. Igen, de ezek ilyen harapni való lekvárok. Harapni való lekvárok. Igen, sokszor meg kéne kóstolnunk. És kvázi ezzel 3 perces munkával kész vagyunk a hát, mártással. Igen. Gyors és egyszerű. Gyors és egyszerű. Azt szeretjük nagyon. Rakjuk hozzá azt a mézet. Azt a mézet még rakjuk. Egy kicsit lejjebb veszem. De lekotorgassam, vagy nem? Pillanat, még ezt okay. Megpróbálom kiszedni. Hú, nagyon jó illata van, tényleg. Hú, komolyan mondom, fiúk, nagyon jó illata van. Okay, most kérek szépen egy kis segítséget, igen. A torgatás. Oké, okay. Köszönöm szépen. Nem lesz ez rossz, Kati. Hú, értelemszerűen, aki mondjuk édesebb szájú, azt tehet bele még. Nem feltétlenül kell elrontani. Nem, igen. Tehát ne csak nem kell cukmisnak lenni. Igen. Mi ennek? Cukmisnak. Cukmis. Cukmisnak. Tetszik. Egyre jobban tetszik. Hú, de szép. Ez egyszerűen gyönyörű. Hát tényleg gyönyörű. Elkészültünk a, minek nevezzük, vacsora, a vendégvárófalat. Hát igen, mondjuk vendégvárófalatnak inkább. Tehát fogtunk mondjuk zsúrkenyér,
sült csirkemell falatok, és ezt kell ebbe a csodálatosan gyönyörű mártásba mártogatni. Azt mondtad, kipróbáltad. Igen. Nem fog beleesni a kenyér kocka a mártásba. Nem fog lecsöppenni a ruhámra. Ügyesen. Nem, ügyes vagy. Igen. Ügyesen. Igen. Igen. Popó ki. Képzeljék el, hogy Kati készült céklás, vagy céklaleves. Nem, cékla. Céklás brownival. Brownival. Aminek a története a következő. A története az, hogy amikor kipréseljük a céklát, ugye nagyon sok száraz anyag marad vissza, és akkor, hogy hát mit csináljunk vele, ugye sajnáltam kidobni, és akkor a neten elkezdtem keresni recepteket, és akkor rátaláltam erre a sütemény receptre, és akkor úgy gondoltam, hogy miután én is szeretem a csokoládét, akkor... És nem látszik rajtad, igen. Akkor keverjük össze ezzel a céklával, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. És olyannyira jól sikerült, hogy ez a családnak az egyik kedvence. Főleg tehát a lányaimnak, akik ugye nem jöttek ide. Hát ez az, fácánokat kergetnek, igen, a háttérbe. Tehát azt mondtad, hogy ez egy melléktermékből készült, igen, sütemény. Hát ezt is meg kell kóstolnom mindenképpen. Hát zöldséges étel. Itt jobb a cikla. Igen. Így bújtatva egy kicsit, nagyon-nagyon finom. Kati, én hadd köszönjél meg, hogy vendégül láttál bennünket, és ezt a sok-sok információt elmondtad. Ha záró szó kéne, akkor mire ösztönözzük a nézőket? Ismerjék meg a somót? Készítsenek lekvárokat? Vagy préseljenek ivóleveket? Esetleg szeressék meg a szörpöt? Hát ebben a sorrendben így jó, és igen. És meg se beszéltük. Igen, hát hogy több gyümölcsöt kellene fogyasztani, fogyasszunk bátran a lekvárt, vagy hogyha magunk készítjük otthon a lekvárt, akkor kicsit szakítsunk a régi hagyományokkal, hogy az arányosságot illetőleg, igen, igen, csökkentsük a cukormennyiségét, és fogyasszuk sokszor. Sokszor. Reggelire is, vacsorára is, igen. Együk mártásként, mondjuk sült húsok mellé. Számos felhasználási lehetősége van. Ivólevet készíthetünk belőle még. Ivólevet. Szerintem mindent elmondtunk, amit el lehetett mondani. Készítsenek lekvárokat, ivóleveket, akár püréket, vagy préselt zöldségleveket. Kísérletezzenek, mindig erre buzdítom önöket. Kísérletezzenek, próbálkozzanak. Higgyék el, csak önök lehetnek a nyertesek. Várom önöket a jövő héten is. Kérem, lájkoljanak a Facebookon, a viszontlátásra. Anga, neked melyik lekvár a kedvenced? A som. A som lekvár? És neked, Bori, melyik a kedvenced? A fekete viszkél mandulával. A fekete. És mivel szoktad enni, mire kened? Kenyérre. Kenyérre. És te a somot? Hát én is kenyérre. Kenyérre. Melyik a kedvenc szörpöd? Biztos a cékla. Nem. Nem? A tiéd a cékla. Nem. Egyikőtök se a cékla? Nem. Az enyém se a cékla. Neked melyik a kedvenced? Hát én mindegyiket szeretem. Mindegyiket? Hú, te egy diplomatikus csaj vagy. És neked? Neked biztos van kedvenced. Uh-huh. Na melyik? A fekete ribiszke. Melyik? A fekete ribiszke. A fekete ribiszke. És az osztálytársak irigykednek, hogy ilyen finomságokat visztek? Nem. Nem? Kapnak belőle? Nem. Nem? Helyes, jól csináljátok. Kedvesem? Kedvesem. Azt igen. Kell. Nincs itt a fáca, milyen jó vágókép lenne. Elkergették? Csajok, vissza a fácánnal! Ilyen jó volt.